reggelt, Vietnám! Hello! Mi újság van, gyerekek? Keeper megérkezett? Itt van most már újra? Bazza, leestem! Bocs, ne haragudjatok, nem akartam orrét hozni, de leestem. És ez egy kicsit meglepő volt és mulatságos. Gyerekek, csodálatos dolgok történnek itt, és még mindig nincs megcsinálva a szar, mert nincsen semmire időm. Jaj, várjatok, majd mindjárt kommenteken foglalkozok, mert egy csomót írtatok, és thank you very much. A keeper itt most már too much. Na, szedjük össze a dolgokat, keeper rendet rak, aztán utána nekivágunk a dolgoknak, jó? Nagyon jó dolgokat, figyelj, mondjuk ezt a fához kellene raknem, nem. Ugye? A fához kéne rakni, ez mi? Van egy darab csapóhajtó, elrakta a keeper, nagyon-nagyon ügyes. Jó, építkezés volt az előtti részben, de viszont máma nem az fog történni, mert a keepernek, egyébként mindig kapok ilyen, nézd meg, már ilyen ásom, egy kazallal van, hallod? Úgyhogy igen. A kőzd, akkor a nitrátot, nem gondolja az gyerekek nekünk? Na tényleg, ne tökörészünk, mert nagyon sok dolgunk van, aztán igazából szeretnék kipakolni. Megígértem, de egyébként nem írtatok, mindig így kérdezem, hogy mit csináljunk, aztán igazából tojtok rá egy rohadt nagyot. Halál komolyan, figyeljetek, viszünk magunkkal kusibusit, meg mindenféle csuda dolgot, ezt meg ki kéne kapcsolni. Egyébként nincs olyan, hogy automatán kikapcsoljon, amikor lefőtt a kávé, vagy valami. Ezt meg egyébként 12 másodpercet megcsinálna. Tudunk csinálni egy csomó kávét, de ugye ebből tudnék csinálni magokat is. Hány darab magot tudnék? 4 darab magot tudnék csinálni. Úgyhogy lehet, hogy az kellene. Szomjasak vagyunk, mint az atom. A keeper olyan... Nem tudom erre mit kellene mondani. Várjatok, ennyi murkivó töröm van? Egyébként ezt miért nem rakja ki? Hát ezt a szöve álljon meg a készítőknek. Ezt a husibusit kirakjuk. A söröcskét, böröcskét azt hagyjuk. Figyelj, várjál már! Pakoljunk ki nagyon gyorsan, ami nem kell, azt nem tökörünk, jó? Majd összeszedjük a dolgokat úgy nagyjából. Bol. Ezt nem is hagy... Ezt jó, ma adjuk a kávét is egy kicsit, meg szerintem egy ilyen 10 darab hús elég lesz, meg mondjuk egy 11 darab víz, nem? Ezt meg is iszok egyet, aztán akkor minden oké lesz. Figyeljetek, kellene ezt elraknom, meg igazából egy darab ügyiségügyi csomagot, meg ilyesmit, azt lehet, hogy magammal fogok vinni. Ezt meg igazából ott rohadjon meg, ezt is berakjuk valahova mindjárt. Nincsen nekem ilyen kötszerem? Vagy hova az anyám valagába tettem? Mármint ilyen komolyabb fajta. Nuku! Srácok, mi van itt? Jó, várjál, egyéb szervetlenbe, esetleg valami gyüne. Egyébként ezt meg a fegyverbe, meg a lőszerbe nem tetted be, testvérem. Viszont mondjuk vihetnék egy kis ilyen lőszert, hát ha nagy szarba fogunk keveredni. Nagyon be vagyok pörögő, gyerekek, nagyon készüljetek a hülyeségre. Egyéb szerves, azt ide rakom, meg ezt is ide rakom, meg ezt is ide rakom. A fémhez rakjunk ilyet. Alkatrészhez rakjunk desisz ilyet. A fémhez van megint, tudom egyébként nem jól csinálom. Az egyéb szervetlenhez jöhet a műanyag. Az egyéb szerveshez jöhet ez. Az egyéb szervet lehet jöhet a ragasztó, és már is akkor jobban állunk, mint egy ötödikes, ugye? Na, ugye? És ide meg kirobom ezt a húst, azt jó világ. Na, gyerekek, itt meg mi föl? Lefőtt már a kávé? Még nem főtt le a kávé. Oké, körülbelül, ugye? Nagyjából jól vagyunk. Ha már egyszer építkezik, akkor azt kéne csinálni, hogy várjál már egy pillanatra. Mi van itt tente? Isten, annyi minden össze-vissza van. Lakjunk ki, fúra jól, jó? Úgyhogy ez hány darab hiányzik, kb. 50%-on vagyunk, akkor megeszünk egy 5 húst, azt nagyjából jó lesz. Meg ígyunk is rengeteget, azt akkor minden később köl majd nekünk itt szórakoznunk. Figyelj, ezt a csontot ide rakom, azt jól van, nincs rá gondunk. Igen, zabáljuk magunkat tele, jó? Meg ígyuk tele magunkat. Mai nap ugye beszéltük, hogy akkor lehet, hogy küldetésezés lesz. Egyébként azt csináltam, képzeljétek, hogy feltoltam a maximum küldetés számot per nap 8-ra. Mert eddig nem annyim volt. Jó, hát elvileg ezt föl fogja tölteni nekem nyírre. Meg akkor innen is fogok inni vizet, mert igazából úgyis hiába iszek innen, attól meg nem lesz kevesebb a slot szám. Mert úgyis egy slotra rakja, érted? Úgyhogy ez valahogy így fog megvalósulni. Pillanat. Na, komment szekció, gyerekek, mindenki írta, vagy nem, többen írtátok, hogy mi volt ez a rövid rész. Hát azért komolyan mondom, ti nagyon tehetetlenek vagytok, yeah. De nem baj, már annyit akarok csinálni, hogy ezeket megjavítjuk. Ezt mivel javítja? Valószínűleg a javítókészlettel.
Oké, okay, a követ visszarakom, aztán már úzunk is, mint a vadlibák, oké? Okay? Viszont ezt lehet, hogy ezt be kéne tárazni, és megvárom az animációt, különben nem fog betárazni, tudom. Jó, és akkor húzzunk. Ferike egyébként nagyon ellene van ennek a bunkónak, mert azt mondja, hogy nagyon, nagyon luftokat ütök, meg nagyon nem jó. És hogy lőszert kéne gyártanom. Egyébként ez valós dolog, mármint tök jó lenne. Viszont így meg nem fogy lőszer, és azért én ezt nagyon preferálom. 3 óra 21 van. Jó, megyünk a Jennyhez, mind az őrület kapásba. Ha valaki szembe jön, akkor meg fejbe várjuk. Jó? Ezt meg nem... Annyit nem írtatok meg, hogy mondtam, hogy ezt megcsinálom gameplayen kívül, már úgyis látjátok, hogy mi a szituáció. Mármint így fölépítjük, de felupgrade-el és megcsinálom gameplayen kívül, hogyha gondoljátok. Szerintem az lenne a frankó, nem? Valamit írtatok a terasszal kapcsolatban, hogy ne legyen ilyen nagy terasz, mert nem szétverik a zombik, vagy valami ilyesmit? Vagy nem tudom, hogy pontosan az hogy volt megoldva, de hát hiszek én nektek, gyárkejcök. Várj, ezt meg kéne nézni. Aha, nem, mert igazából most raktuk bele, csak körülbelül eltelt egy nap azóta. Jó, várj, ezt egyszerre lett elindítva, és ez elvileg dupla olyan gyorsan szedi, ugye? Aha, tök jó, nagyon jó. Meg ugye kétszer annyit, úgyhogy ilyen modifikációkat ezekbe tök jó lenne rakni, meg igazából rakhatnék le még többet. Milyen fasz? Mi van ott? Ja, figyelj, jön a izé köd vagy valami. Láttad? Így eltűnnek a hegyek. Odani. Csökken a látótávolság, nagyon tuti. De figyeljetek, húzzunk is, mind a vadlibák, jó? Oké. Okay. Minden szuper, minden jó. Keeper az. Egy. Most erre mit, milyen refrént lehetne kitalálni. A fákat el kellene ültetni. Mondjuk a fákat a máshova akarom elültetni, úgyhogy az ellen is nem baj, hogyha nem ültettük el. Azt meg leütöttük onnan, mint vaka poharat. Jó. Egyébként ez tök jó, nekem tetszik ez a bázis dolog, vagyis ez a hordaváró. Meg fogjuk építeni, mert a következő részben mindenképp építkezés lesz. Úgyhogy, de egyébként nyugodtan írjatok ám, hogy mit szeretnétek, mert én próbálom megvalósítani. Közben majd eszembe jutnak a kommentek, mert írtatok egyébként tök jó dolgokat. Ezeket nem tudom miért velem szét, de hogyha már egyszer úgyis még várnunk kell a Jennyre, akkor itt pucolom a telepet. Egyébként azt akarom mindenképp, hogy előbb-utóbb az egész placot le fogom betonozni. Ja, írta valaki, hogy egy rohadt jó ötletet, hogy az egyik sarokban, vagyis az egyik égtáj fele legyen egy ilyen helikopter leszálló. Egy helikopter leszálló, meg egy garázs, és úgy egy ilyen nagyobb, hogy mit tudom én, legyen egy nagy helipad a tetején, legyen alul meg garázs részek, meg ilyen, úgyhogy azt is csináljak. Azt is meg fogjuk csinálni mindenképp, és ez tök jó ötlet volt. Na, ilyenre voltam kíváncsi, hogy mégis miért lehetne, mit lehetne csinálni. Jó, tudom, hogy itt most terhelem magam túl, meg ilyesmi, de ezeket jó lenne így eltüntetni. Jó, menjünk 5-7 van, pörgünk mind a trágyaszóra, esküszöm, nem ittam kávét. Mert egyébként néha már komolyan mondom, érzem a melkosomba a kávét, komolyan mondom, mert mint így sok kávét iszok, azt úgy verem meg szívem, hogy néha esküszöm, vagy ki is vagy. Nyisd ki, Jenny! Itt rázom a kaput. Ne szórakozzál, Johnny! Hát ébresztő! Hát melóban, még jó, hogy nem úgy van, mint a My Summer Car-ba. Figyelj, innen nem engedi felvenni a követ. De innen már igen. Eddig lehetne építkezni, ugye, vagy fúrni, vagy bármi. Trader Jen is now open. Hello, Jenny! Jöttem küldetésezni. Van-e valami jobod? Nagyon pörgetjük ma a küldetéseket, jó? De tényleg ilyen brutálisan, jó? Oké, okay, hogy ilyen... Így megyünk, mint az őrüttek. Várja, a biciklim az hol van? Gyerekek, a biciklimet nem hoztam ebbe. Az, hol van a bicikli? De hülye vagyok. Mi van? Hova jöttem be? Gyóntató fülkébe? Vagy mi volt ez? Jaj, nem tudom, hol a biciklit. De figyelj, itt hagytam a biciklit. Hát ekkora szerencsém nem lehet az életbe, hallod, hogy pont ott a itt a brenga. Figyelj, hörgő-börgő, zombik le vannak szarva, úgy gondolkodjunk, jó? Küldetést csinálunk egyből, nem tök a részünk, elmegyünk majd a biciklére, itt van pont, úgyhogy tök jó. Itt a bejáratnál, most ezt nem fogom elmenni érte, hanem visszafele fel fogjuk venni. Igen, extrém őrült módon fogunk küldetésözni ebbe a részbe, tényleg ilyen nagyon epic módon. 4 óra 19-nek próbálunk óránként minimum egy küldetés megcsinálni, nagyon durvák leszünk. Elindítottam? Miért nem? Ez valószínűleg föl kell menni, ugye? Ennyit a probléma, és lögtetek egyet, ennyit a professional gameplayről. Na, nálatok nem csinálja gyakran ez a játék, hogy felrakja 4K-ba a felvontást?
De valószínűleg egyébként... Nálam azért csinálja, megmondom, Frankót, mert ugye 4K-s a monitorom, aztán szeretné ő abba futtatni, hogyha már egyszer 4K-s monitorral küzdünk. Nézzük körül ilyenkor mindig, mert itten ben a zombi. Ugye, mondtam. Lábon üssük. Bazzek! Kul! Kéletbe gyerekek! Hát arról sem nem... És még mindig hereg. Na most halt meg. Bazz, itt egy szép he. Mennyire tudunk szétütni ilyet? Az a baj, hogy semmire nincs pakolva izért lappigengemre. Hú, hát ez nem olyan nagyon vészes, nem? Szétkapjuk itt gyorsan, jó? Addig beszélgetünk, aztán mi újság van gyerekek? Hogy megy a suli? Minden szuper? Jók vagytok? Egy csomóan megnézitek egyébként, hát egy csomóan viszonylag sokan megnézitek ezt a videót, azt nem kommenteltek, pedig annyira várom ám egyébként mindig, hogy írjatok ötleteket, mert én nagyon szívesen megvalósítam komolyan. Ez a helipad is, meg ez a garázs dolog, ez is egy hatalmas ötlet volt. És tényleg köszi mindenkinek az ötleteket, tök jó. Ezt kilukutoljuk, ebben biztos csak pénz van egyébként. A nagyobb széfekben van az izé, nem? Csak a fegyó meg ilyen hülyeségek. Gyorsan. Ez a legjobb, mindig ez a legjobb. Na gyerekek, merre menjünk? A Keeper lutol el, mint az állat, most tényleg arra rá... Minden is kell, rá kellett jönnöm, hogy igazából minden, Tudod mi is? Még a zombiból kinyerhető rothat hús, hát még az is nagy érték itt. Várjál, ott alul ezt nem lehet lent külön lutolni. Megjöttem gyerekek, fébresztő! Ja, egyébként szokok ezzel útot ütni, úgyhogy tök igaza van Ferikének, de én nagyon élem ezt, hogy konkrétan nem kell használnom izét, tudod. Van itt kulcs nincs. Nem kell használnom... Ekkora tévé! A burzsúlyok itten laknak-e? Na, pihenjé. Befucsított te, oda nézzetek, tudja a Demon Pose-t. Tudod mi a Demon Pose? Az ilyen, amikor így fekszik le a csaj. Aludni. Nyilván. Mikrosütő, nincs benne semmi se. Hippon énekelni. Jaj, ne énekeljek, mert elvesztek az összes nézőmet instant. Ölvesztem. Igen, egyébként mondtátok, hogy mindig az ilyen kajákat, amik ilyen ilyenek, azokat júzolja, vegyem, nyugodtan franzom meg, mert sokkal nagyobb értelme van, mint cipelgetnem. És egy darab slotot használunk, amúgy is. Úgyhogy Keeper ezt nagyon figyel erre, de viszont itt van lenn majd a... Azt ne felejtsük el. Ott egy pál papucs, gyerekek. Egy tanga papucs. Itt van lenn valahol a felszerelés, ami körre nekünk, de most meg itt mutassa valahogy, de az édesanyja valagába, te. De utálom az ilyet. Ha hol mutassa? Valahol itt kell lennie. Itt mutassa-e? Itt. Ne! Na ezt egyébként ettől megbondolok, hogy ezeket a ízeiket kell. Ez mi az a rongy? Nem semmi. Ha mindegy... What? Fuck yeah! Rott jó vagyok, ott van egy rendőr zombi. Figyeld, lerassolom. Marha jó, egyébként... Ferenc barát... Jaj, de csipogott a telefon. Ferenc barátom mindig le akar beszélni erről a izéről, erről a vaporről, a weaponről, de én nagyon imádom. Én ezt nagyon tudom élni. Hello, itt valaki... Hú, baszd be! Testvérem! Na. Azt hittem sose dobja be a kaland... Dobja el a kanalat, báne. Megjöttünk, azt hiszem a főluthoz. Csávó leugrott, aztán már van is baj. Talpon verem. Ez az új meta, gyerekek, talpon köverni. Ott megütik szét a dolgokat, jó van, addig körülézek. Nincs itt semmi. Mert ha valaki legyen, jöjjön már, legyen olyan kedves. Figyelj, nem tökörészek ám mindjárt. Kemény vagyok, mint a Rambo 3, bazzák. Hol a nőci? Jó. Hol az ugra-bugra, gyerek? Az meg is volt.
jó, epikusan jók vagyunk, nekem tetszik. Egyébként nem baj, hogy bekapok néhány hitet, nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Mert viszont cserébe azért jönnek be a dolgok. Modifikáció, armor modifikáció volt, ami nem lehet rossz. Tanultinó, ezt meg nem kell, ez az leszkrepelem. Hallod, komolyan meg ilyen, nem tudom ezeket az alkatrészeket, azért mondjuk lehet, hogy jó lenne elrakni, mert később lehet pont egy olyan dologhoz kell, ami nekünk kell. Szó szerint. És még mindig nincs meg az a szar, tudjátok mi. Várjál, itt is mi open eledett? Aha. Nincs meg a izé, az a táska, és ettől egyébként civilomot tudok kapni. Ez hol van? Ugye hiányra nem rejthetik el. Ah, nem, jó. Hát figyelj, itt mutatja. Itt mutassa! Ott, 2 méterre. A lépcső alatt. Hát hogyan megyek oda be, bazza? Nem hiszed el? Itt mutassa, figyelj. Hát kiásom én azon, nem újjon. Ja, hogy? Itt volt valahol a... Itt van a táska. Jó, azt megyünk is, mert ugye progresszivitásra törekedési dolog van. Remélem nem hagytam el egy lootot sem, mert akkor aztán izé lesz, harakiri. Kiúzom a gyufát nálatok. Durván. Elnézést, kut. Jó, mehetünk vissza Johnny-hő. Viszont a beceklit azt útközben felkapjuk, és ahogy csináltuk ezelőtt is, úgy fogjuk a lootokat ugye a ládába pakolni. Úgyhogy ez lesz itt, ezek mennek meg a bárány felhők. 24. nap tök jó, meg fogjuk csinálni. Az mekkora fákat növesztettem. De édes Isten. Hajrá, gyerekek! Még egész jó állapotban van a bicikli, Norvég, ne nyugtalankodjál, meg fogom javítani. Ideje korán még. Figyelj ide, befarolok, sütj. Leugrok, várjál, a láda, az nem itt van, az a baj. Úgyhogy a ládájára kéne menni, vagy ki kéne pakolni. Minden esetre először felveszünk a következő questet. Egyébként eddig bejöttem volna, lehet volna annyi eszem. De figyelj, az ajtó szét volt verve. Figyeld. Ez hogy van szétverve, elvileg nem lehet ide bejönni, itt azért bontani. Figyelj, mindenképp craft... Mondjuk ez a mód, ez nem rossz, de crafting... Kaptam izé... Millimódokat is kaphatnék. De kapnátnék farmosat, mondjuk az van egy csomó, nézzük ezt a milis módot. Nagyon jó. Milyen speciál csap, milyen? Másik traderhez kéne mennem. Azt a betyár, de ezt itten kéne csinálnom szerintem még. De megnézném, de várja, nézzük már meg a másik tradert. Megnézzük gyerekek, de várja. Ahhoz ugye speciál csap. Megnézzük, legalább megjelöltetjük, hogy mennyire messze van. De ilyenkor tudok felvenni még jobot? Ja, tudok, de ilyenkor megnyerölte izét a következő trade-ről. Ez viszont tök jó. Meg még azt is kellene csinálni, ugye, hogy akkor ezt open-elni kéne. Ja, ilyenem van, ilyenem, várja. Mindjárt megnézzük. Van egy üres helyem. Ez azt csinálja, hogy lassabban degradálódik, ehhez meg azt hiszem, hogy... Hogyha lecsökken 50% alá a HP-m, akkor egy hitpontot kapok 5 vizénként. Úgyhogy ezt mindenképp weaponbe jó rakni. Ez meg Stone-ra more damage. Na jó, várjál. És ez hol van? Ja, ott. Így. Oké, okay. Viszont ugye, ezt is megnézzük. Modi. Ez tele van ragva mindennel is. Degradáció, ez jó ennek, de várjál, hogy hülye vagyok, én ezt akartam megnézni. Azt mondom, nehogy ma ugyanazok legyenek benne. Aha. Ilyen viszont már van benne, ugye? Ez a bunker buster. Ez viszont scrapeljük már. Ja, meg a izét el kellett volna adni a Jenny-nek a pénzt. Jó, nem baj, amúgy is azért, amúgy is gyűjtögetünk még egy darabig. Hol van a trader? Mindjárt meglessük, jó pillanat. Trader Bob. Nekem tudod milyen trader kellene, ahol ilyen járvi cuccok vannak, lehet, hogy ott érdemes lenne. Hú, egyébként még, megmondom őszintén, még egy ilyen letelepedés egy másik helyen, még az is érdekelne.
ezt is kinyitjuk, azt ezeket megtanuljuk gyorsban. Hatos klabot tudnék csinálni egyébként. Iron izét, kalapácsot tudnék, ötöset gyerekek. Úgyhogy előbb-utóbb itt ezt ma tényleg rá kell arra állni szerintem. Jó, mi ugye nem kell, azt ide kipakoljuk. Nem dobunk el semmit, most már nagyon megtanultuk ezt, hogy nem szabad eldobálni semmit, ezt a sört ezt kirakom. Oké, következő van, hol van, merre van a trader? Mutassa. Olyan, mert mit nyomtam én meg? Ott a tyúk, várjál, he! A hús az mindig jó jön. Azt akartam mondani, lehet, hogy itt nem fogunk tudni megütni, mert traderen belül érzékeli, de meg sikerült. Ja, nézzük meg, hogy hol van ez a izé, hol van ez a csávó. Figyeld, ez olyan messze van. És akkor ott elvileg van még egy város. Hát mondjuk egyébként nincs messze. Fú, figyelj pont, azért jó, ugye egyébként megmutatja a kilométert. De egyébként, ja, ott jobb oldalt is felmutatja a kilométert. Nem tudom, el kéne menni oda. Fú, bazze. Mekkor, ha már megyek, akkor gyorsan csináljam, nem? Mi értelme lenne elmenni? Mi lenne nekem előnyöm abból? Igazából ott is tier 1-es questeket kezdenék el csinálni, nem? Figyeljetek, nem csináljuk azt. Elmegyünk most izényi banda háborúzni, jó? Mert csináljuk tovább a küldetéseket. Bocs, most nem megyek el Trader Bobhoz. Ja. Közben meg már ugye valószínűleg, hogy újra spawnoltak a lootok olyan helyen is, ahol régen voltam. Na valami jobot adja, meg egyébként érdemes lenne lehet megnézni az cuccait, mert lehet, hogy most már ugye jönnek majd elő olyan cuccok, amik lehet, hogy régebben nem volt. Ugye? Elképzelhető. Mit akartam még megnézni? Food, Vapor és Amo 2-es izét. Ilyet tudnék én ma 5-öset csinálni, gyerekem, nagyon jó. Egyébként azt mondtátok, nem is tudom ki mondta, talán Tank ezelőtt live-ba. Jó, de nem húzzuk az időt, hanem inkább akkor csináljuk közben a küldetéseket, mert csak állok, mint Lofts lakodalomba. Jó, mert menjünk sorba. Jó, és pont jó fele, mert a bringa fele kell mennünk. Tökéletes. Ja, azt mondtam, hogy nem rossz. Azt hiszem Tank mondta, hogy nem rossz a... zíjolása, hogyha szarra fejleszted, úgyhogy annak van létjogosultsága a játékban. Jó, menjünk, figyelj, menjünk torony irány, csak az a baj, így sebződik mindig be a biciklim, mert megyek neki mindennek, mind az őrület. Na, egy nagyon gyors, pörgős kis házpucolás, vagy épületpucolás lögyön. Nem tudom egyébként, hogy nagyváros is van-e a mapon, azért Trader Bobhoz azért is lehet, hogy elmennék, mert azért egy ilyen, tudjátok, a toronyházas nagyvárost azért ki tudnám bírni. Nézzétek azt a felhőt ott az égen, azt a picit. Volt ez a film, tudjátok, amikor a felhőbe rejtőzött a földön kívüli űrhajó. Mi volt az? Voltak olyan? És ugye nem mozdult a felhő egy csomó ideig. Láttátok azt a filmet? Elég beteg, meg elég ilyen fura, de... Egy ilyen entitás, egy ilyen élő, félvörök kívüli élőlény volt. Hoppá, mi ez? Oda? Ja nem, másik helyre megyünk. Oj, ne! Jaj, itt voltam ilyen helyen már egyszer. Marja, bementünk a izébe, susnyásba, a checkmatbe. Szále? Szále a lájkú. Jó, ezt meg igazából szerintem, hogy nagyjából tudom, hogy mit kell csinálni. Megölj a zombikat. Ja, itt ki lehet ásni a lootokat, hogyha akarod, ugye sírokat. Ugye sírok. Csak hát igazából szerintem nem olyan nagy eresztés van benne. Megnézzük egyet így már kivonásra. Hát ezért nem biztos, hogy érdemes, nem? Asogatni. Már elvileg ki lehet őket áskálni. Jó lenne, hogyha fejre ütnék azt, akkor nem az lenne, hogy 300-at kell beleverni csávokba. Hanem elég lenne nekik ugye egy is. Ilyen vasajtót egyébként azt nem tudok craftolni, és ez valami bődületesen erős. 7000-es, úgyhogy ez... Meg ki is látni rajta, meg valószínűleg ki is lőni, úgyhogy ez elég barátos. Hello, szevasztok, meggyűjt a képer. Hon vagytok, kis köcsögök. Jó, hát... Most tudom, melyik útba esik, azt ki fogom lootolni, de nem fogok kiásni semmit.
Hello, hello, maradj mindig velem. Ölej magadhoz, legyen örök ez a szerelem. Szerelem! Szerelem! Hátba vertek a disznók-e? Ne fuss el! Ütöttelek meg! Téged is, tesó! Na. Jó, én meghalt. Jó. Egyébként még mindig ilyen őrület, valahol van egy zombi, aki próbál hozzám elférkőzni. Fúr, benne az 3 ragasztó, vagy 6 ragasztó, az már nem rossz. Na jó, verjük neki. Megnézzük ezeket a koporsókat, mert azt mondjátok, nem nézem meg, hülye vagyok, tudom ám. Már előre. Aztán izé, az tű, egyébként ez a rácsos cucc, ez nagyon tetszik, ez a börtönnyös. Biztom benne, hogy nem a... Figyeld! Hello! Ajha! Mi van, kölkök? Mit csináltok? Gyere ki! Hogy be maradsz? Gyere, gyere barátom, na! Az apát szömít, aztán... Mi a... Dobta a lootot, töcsém, ez volt a bosszos. Na, jó, oké, megvan a loot. Ahhoz képest eltökörök. Lehetne ez gyorsabban is, nem? Várjál, itt a nyughatatlanság van. Komolyan mondom, egy ilyen helyre leköltözöl, azért itt ki tudsz alakítani egy olyan bázist kapásból, ami azért elég ilyen baráti. Ezt is megiszok, ezt olvassuk. Evés közben nem tudom olvasni. Még jó, hogy nincs tévé, evés közben kell tévét nézni. Na, kilutoltuk mindent is? Ezt még nem. Oké. Okay. Mi van? Most unlockoltam még csak a baseball ütőt? Na viccelj. És ez mit tud ez? Bartering, hallod, menőbben nézek ki, barter, jobban tud üzletelni a napszemüvegbe, csávó. Jó, húzzunk a francba. Várja, valamit kéne még valami szaplit megszerezni, amelyik valahol itt van benn. Azt én nem is láttam, hogy ide be lehet, át lehet jönni valahova is. És meg is van. Ó, de jó. A habos sütemény. Na, pont javítókészlet, meg tudom csinálni biciklit. De még nem csinálja meg a kifelé. Ez javítókészlettel, nem tudom, úgy, olyan csinyán bánok, mint hogyha az lenne a legrérebb dolog az egész világon. Komolyan mondom. Satufék! Ó, nem, nincsen. Nincs benne levél. Másikban meg volt a baloldaliba tuti. Jó, megcsináltuk a következőt, megcsináljuk még a következőt is. Egyébként lehet, hogy éjszaka kéne átballagnom oda, tudod? Mert igazából küldetésezni itt a városban nagyon nem ügyüzlet, viszont a másik tradert így megnézném, hogy hol van. Akkor már a harmadik trader térképezzük fel, ugye. Érdekes, hogy ezt a speciális jobot ezt hogy adja be? Mármint, hogy mihez kapcsolódik. Ez mondjuk lehet, hogy egy ilyen 20. küldetés, vagy hogy. Azon mond szerintem itt ilyen 6-os szintű, ilyen 6-os küldik nem nagyon fognak lenni, nem? Mert azt hiszem, azok ilyen izében vannak, csak ilyen nagy épületekben, ilyen toronyházakban, meg ilyen speckó helyeken ebben a kisváros... Apecsába! Ebben a kisváros... A tökömben! A kisvárosban meg nem sok minden olyan van. Na, gyerek, most meg rúghatjuk a Verdát. Száll le róla! Eleső! Megjöttem, Johnny! Szia! Megjöttem. Adjál valami jó cuccot, valami jót! Ezek megint olyanok, hogy psz, ezek szarra valók, hallod? Any jobot adja, any jobot. Hát legyen ez. Délre. Alig várom építkezzek, megmondom őszinte, lehet, hogy ti jobban komázzátok ezt, de én viszont az építkezést most nagyban élem. És mindig csak tier 2-es küldetések, mondjuk azért jó lenne, hogy valami. Lönne ezt, na?
nyers husi busi. Ez mi? Ez modifikáció? 21 eséllyel letépi a lábakat, vagy mit öregél le, csávó. Okay. Tele vagyunk lóvéval. Egyébként egy csomó mindent el tudnék adni, szóval ilyen 10-20 ezeret össze tudnék szedni. Van skill pontunk egyébként? Vagy az van egy darab skill pontunk? Ja. Hát azt egyébként tudjátok, mire szeretném elkölteni? A növénytermesztésre, mert az tök jó lenne. Tök brutális, hogy itt ezen a tartályon, ami itt baloldalad van, ugye ott, a ház mögött, ott kezdtük a pályafutásunkat ebben a városba, ott izé próbálkoztunk, és most meg körülbelül olyan kiépített komplexumjaim vannak, amivel majd kravat jól túl tudunk élni. Hát van benne meló, nem? Hányadik résznél tartunk? 27-dik? Talán 27-dik. Oké, csináljuk, ez valami nagy képződmény. Nem szeretem a nagy épületeket. Főleg az ilyen... Jó, nem, ez nem nagy épület, jól van. Ott volt. Visszamegyek érte, bocsász. Úgy csak tudnám merre. A postaládát meg akarom nézni. Meg elvileg, ha bereszettel, akkor is megtudom. Tök durva, hogy a postaláda a legjobb ilyen... lootolható... Na jó, azt rohadt gyorsak leszünk ám. És mondja valaki azt, hogy ez nem jó az a weapon. Weapon! Tudom, hogy a weapon, nem weapon. De itt annyit kapok oltást emiatt, hogy... A weapon, nem adom a weapon-t. Most ez jó. Jó, hogy bejöttem ide, örülök. De miért volt értelme? Na, már itt lehet bejutni. Hello! Fejre kell célozni, mert azért böszmen agyot üt, hogyha eltalálom, főleg ha eltalálom a fejét. Megesszük, ugye? Tanítások szerint. A Szent Mise véget ér. Menjetek végével. Egyébként amikor kitaláltam, hogy Keeper, meg mit tudom én, meg amikor elkezdtem videózni, akkor gondoltam azon, hogy ilyen pop egyházi személy sztályba fogom tolni, de kb. Akkor volt Zsozédak a fölmenetele, hát nyilván sokkal jobb is, meg inkább jól megérlemi azt a szerepet, hogy az atya meg minden, de gondolkoztam azon, hogy ilyen papbácsiként próbálok így, hát nem annak titulálom magam, hanem értitek, így a feeling az lenne a gameplayeknek. Papbácsi. De egyébként ezeket a hotkey-ek tök jó használni. Mármint nem a falon lógott egy olyan kulcs, ami forró volt, hanem azokat a gyors billentyűket, amik ugye például hozzá vannak rendelve dolgokhoz. Hű, mi a faszt kell csinálnom? Tudom, hogy már megvan egyébként, de még clearelnem kell a területet. Nyugtalanul. Kicsit poénból vadlövöldözzek, tök bírom egyébként ezt a üldözést is. Azért ez se rossz. De ezt mondjuk ezt megúszta. Meg volt? Ja, hát ez se rossz. Meg hogyha célzol vele, nem mindez bolond úgy lövöldözöl, akkor azért egy-két fejlövéssel meg lehet oldani a dolgokat. Jó, van egy kicsit lehet, hogy fogok lövöldözni, csak azért is, hogy Ferikének... Mi pöcsömmel tudom ezt javítani? Ja, már nincs nálam. Azt hitte, hogy nálam van. Jó. Menjünk tovább, körülnézünk itt gyorsba. Ez még a főútot még rohadtul nem találtuk meg. Köha! Ja, csak ugye nincsen pakolva rá.
Úgyhogy az nem lenne rossz, hogyha ugye például rá lenne pakolva. Na ugye nincs ez kiráragva, akkor hiába lövöldözöl, mert körülbelül kb. Így nem elég hatékony. Nem elég pragmatikus. Ez probléma, úgyhogy azért nem érdemes. Nem is amiért nem érdemes, mert lehet, hogy jó lövöldözni. Csak hogyha lesz elég skill pontunk, akkor arra rossz a bőtjár. Hát itt olyan csapda lesz. Nem hiszem el, hogy nem. Dehogy is nem. Azért ezzel meg oda versz egyet. Akkor azt mondja a csávó, hogy kakukk így hirtelennyébe. Várj, sosem nézem meg, hogy mi van, egyből felveszem, azt itt ilyen problémás dolgok vannak. Na. Ó, hát itt van minden is, minden bucsúval. Jó. Jó. Jó, hát kicsit itt a gipsz kartolozás, nem volt valami ügyes gyerek, ez kajás. Ugye? Hát ez nagyon epic volt, hallod? Jó, a főlútok szarabbak, mint a... Viszont ez jó. És mit tudok csinálni? Valami tier 2-es blueberry akármi csodát. Na. De figyelj, még mindig nem tudok területet clearelni, még valahol van valaki. Ah, még itt. Ennek még... Aha. Kobak! Kelljél fel azzal, vagy mi van? Megtörtént az esemény, gyerekek. Ki is tudunk menni, egyből a bicikléhez figyeld. Cool vagyunk, coolok vagyunk. Viszont megnézem még egyszer, mert talán bereszetelt ez a postulára. Amikor elkezdtem a questet. Ugye? Ugye? Hogy figyelnek, Aurelius? Ha? Azért? Ezt te súlykoltad belém, nem tudom, nézed a videókat. Lehet, hogy aztán nem. Ezt így elbeszélgetek nektek. Oké, húzunk vissza. Figyeljetek, meg 11 óra van. Ja, és megcsináltunk 3 questet. Jó, egyébként ez is ugye tök jó XP, meg ugye jó lóvé, abból tudsz venni egy-két érdekes dolgot. Meg ugye állokolgatod a nagyobb... Figyeljetek, ember, tűzolt autóban nincs egy Fire Axe. Hát van. Nincs, de könyvecske volt. Mondom, hát, hogyha van benne egy tűzolt a balta. Mi a fasz, ez meg fut, bazd meg. Jól van, kurva jó. Hát hallod? Hát a bicikliről el akart kapni, mind a kóborkutyák. Hülye gyerek. Jó, mindegy. Le is vert a bicikliről egy százalékot. Kiharapta a gumiát, vagy nem tudom mit csinált, fölgyújtotta. Megolvadt a gumije. Régebben jobban elakadtam a bicikli ezekben, például itt, ilyen fákban, meg minden ilyen tereptárgyakban, amik így vannak. Amik most átmegyek rajt például, ezekben régen elakadt szerintem. Mint hogyha ott meg egy nyúl ment. Ott megy egy nyúl. Jó, ott rohadjon meg, bazzel, lezúzom a biciklimet. Menjél már hátrafelé, hátrafelé nyomom ezt a gizét, és még mindig előre rúg. Jó, azért érdekel ám az a gyúlacska. Wow! Olyat lövök, öcsém. És most megint nem veszett. Hát most megőrülök. Ha jó, felrobbant a nyúl, vagy mi? Hát ott van, hát túl jöttem rajt. Mondjuk ezen a területen megtalálni nyúlat. Hallod, ez kiterült rendesen. És annyit szokott így feküdni a járólapon, amikor nagyon melege van. Komolyan. Jó, egy csomó, meg egy csomó lootot szedünk így, lesz azért cucc, lesz cuccocska. Nagy gázzal bementünk azért, ja. Klik. Jó, hát nem óvatos körök, én ilyen triálosan nyomom a dolgokat. Hello baby, ekkora kés van nálam. De jó, hogy megint hülyeségeket, az csak testvérem. Ja.
komolyan mondom, lenne is aztán. Na, valami jobot adjál, kettő darab van, igaz. Jó, hát ezt a kettőt lehet, hogy akkor meg kell csinálni. Aztán akkor elmegyünk a Trader Bobhoz, legalább unlockoljuk. Hát, hogyha ad valamit, hogyha oda megyünk, nem tudom, biztos ad valamit. Egyébként megmondom őszintén, hogy valamilyen szinten néha ilyen frusztráló, hogy nem ismerem 100%-ig a játékot. Amint, hogy mit tudom, mivel nem ismerem az épületek elrendezését, nem ismerem, hogy mondjuk Trader Bob mit fog adni, amikor oda fogok érni. De valahol meg... valahol meg örülök neki, mert mindig ilyen meglepetés az egész. Jaj, nagyon örül neki, aki kidomálom, hogy kell kitaláltam, hogy kell megmagyarázni azt, hogy nem ismerem a játékot, és még az jó is nekem. Ó, baszak. Ezt nem mosom le magamról. Ja, itt hídereztünk. Még mindig ott van egy-két blokk fönt, meg nem tudom, egy-két dolog szerintem ott maradt. Egyébként nem szeretem teleszemetelni a játékot mindenféle blokkal. Utána, amikor régebben szoktam még Minecraftozni is, és ez van komoly, szoktam. Nem szerettem azt, amikor így szerverre felvész, és mindenhol ilyen struktúrák így félig így föl vannak húzva, mindenhol ilyen extrém hülyeségek, ilyen nagy torgyok, tudod, meg én nem szerettem azt. Na, megjöttünk. Sodú! Úgy csinálja a képő, hogy ugye megint okosba ezt kidutoljuk. Bicikli támadásba rendült. Na, egyébként ugye tök rá tudsz menni itt bármilyen vaporre. Például, most mi elmentünk erre a kalapácsra. Lementünk el kalapácsra, viszont ugye nem lett volna muszáj kalapácsra menni, ha rámennénk mondjuk a késre. Figyelj, itt van az... volt egy airdrop közben, igaz, lol. Rámenjünk mondjuk a késre, és azt erőlteted, azt arra pakolsz skillpontot, akkor lehet, hogy egy késre is tök jól tudsz bugyózni. De viszont, hogyha nem pakolsz valamire skillpontot, akkor hiába van belőle egy tök jód, mert nem használja jól a karaktered, és ez tök jól meg van csinálva. És így viszont nem teljesen hű a dolog. Mert például ugye az Elder Scroll játékokban, például a Skyrimbe, vagy az Oblivionba, vagy pedig a Morrowindbe volt egy olyan mechanika, hogy az fejlődött, amit használtam. Itt meg ugye gyakorlatilag most például craftolással fel tudod fejleszteni akár a fegyverednek a skilljét, ami azért elég érdekes, mert hát attól miért fejlődne, érted? Érted, hogy mire gondolok? Vagy így próbálok itt el... Így, ezt nem kell normálni. Itt próbálok így elregélni. Mondjuk itt használok mondjuk mindig kalapácsot, és tudom abból fejleszteni, hogy hogy fogok tudni lőni, érted? Ó, tudok csinálni ilyen robotics, tudod melyiket? Azt a buzogányosat, az pont jó lenne. Arra pont szükségem van, csak gondolom mindenféle munkapad, meg minden kell is kell hozzá, azt meg lehet, hogy nem tudok csinálni. De... várj, valamit csináltam. Úgyhogy, azt jó lenne megcsinálnom. Mert akkor azt a zombi hordaváróhoz, azt föl tudnám használni. Tudjátok, hogy melyik az a kalapács, és így lelöki a zombikat. Hát azzal epik lenne, várja, ahhoz mit kell? Ez kell nekem. Figyelj, ezt meg kell csinálnom, bazze. Ilyen robotik partot, azt tudok én, vagy van nekem, vagy valami? Azért jó, hogy egyébként összefokoltam, ezt meg kellene próbálnom. Ezt jó, meg kellene próbálni, mert ez epik jó lenne. Fú, ez kéne egy ilyen nekem. Ugye ezt felraknám oda a hordaváróhoz, és így lelöködni a zombikat, és az amiatt is ugye kellene mindig nekik körbe-körbe mászkálniuk. Na, a szenet kiveszem ebből, nem tudom elképzelni egyébként ezt, hogy gondolták a készítők, hogy mi a francér van szén a izébe. Hát ez egyszerűen nem... föl nem foghatom, majd az anyád. Ja, meg ez a borotfálkozó tükör a leghasznosabb dolog, komolyan. Így lootolás szempontjából az egyik leghasznosabb. Egyébként már tök jól megy. Az is egy hely szerintem spawn pontja izének, a saplinnak, amit össze kell gyűjteni. Fölútott még mindig nem találtuk meg, azért
Oké, nem csak a izé, meg itt is szerintem van egy hely, ahol lehet. Ne. Nem csak a küldetést akarom megcsinálni föl, tehát azért mindig szedjük össze, nem? Legalább már miért ne? Ugye meg lehetne csinálni azt, hogy kétszer, tehát bejövök, kiveszem a főútot, utána pedig elindítom a küldetést, és akkor ugye végig egyszer ezt meg tudod csinálni, szóval ha akarsz trükközi ilyennel nyugodtan, mert semmi, egyébként nem olyan nagy trükk, meg ez nem csalás, mert hát ez így van a játékban, így van kitalálva, viszont én nem tudom, én nem akarom csinálni ezt. Szóval nem ítélem el, ha valaki csinálja, nehogy az legyen, nem azt mondom. Ebben hány fürdőszoba van ebben a házban, megőrülök. Hallod, na megtaláltuk a főútos dolgot. És nincs zombi. Ez a főút? Ez egy eres volt, hallod? Kutyáidat sétáltatod? Ja, bazd meg. Ez volt? És komolyan... Ez... Ja nem, ott van ott a padlás. Aha. Ilyen van, hogy van egy padlás. Egyébként annyira... Egy idő után játszasz ezzel a játékkal, annyira érzed, hogy merre kell nézni, meg hova fogja respawnolni a zombikat. Most komolyan mondom, ez nem nagy képűség, de hogy nem nagy képűség. De tényleg nagyon jó. Egyébként még egy darab küldetésünk van, és akkor utána izé leszem, srácok. Akkor elvileg vagy a tier 3-asok fognak bejönni, de szerintem azok holnap reggel, vagy pedig akkor el is fogynak, és akkor megyünk a traderhez, Bob traderhez. Várjátok, a Bob trader... A Bob Trader az nem izébe van, nem a havason. Mert akkor ráfagyunk a biciklire, more. Hát ezt megnézem, ebben mi van, a maximum pénz miatt is, vagy nem tudom. Hát, hogyha valami érdekes. Mindig bízom benne, hogy valami érdekes lesz. Egyébként ilyen katinai bázisoknál lenne nagy széfek, meg ilyeneket kilutolási dolog lenne jó, ugye? Meg ugye most már növekedik a... Oh yes, jó, megtanulom. Van ez a loot stage, hogy van az? 75-ös. És szerintem ez ugye növekedik, ahogy múlik az idő. Mit akartam még megnézni? Várjál már egy pillanatot, te... Itt van egy darab halál, látod? Nem csalok. Egy darab halálunk van, és 895 zombit már agyonvertünk, hallod? Vagy agyon lőttünk. Az kemény. Egyébként így be lehetne mérni, hogy kb. Hány zombi jön egy... Új, itt biztos lesz köcsög öcsön. Vagy köcsög nép. Budi voltál? Te meg még jobban! Hú, ez bazza, olyan... Az mi, bics? Na jó, van szevasz, tesó. Hát az édesanyád valaga az. Hát öcsém, olyan luftokat ütöttem valóban. Hogy de nagyon jó! Hogy ilyen csoda dolog? Várjál, most kipróbálom valamit. Hopp! Aha, ebből nem, én nem nyerek ki semmit, akkor azt hittem. Lehet, hogy az kutyájában, igen. Mert izé kellett volna. Ezeket egyébként érdemes megtanulni, vagy inkább adjam, mert 160. Tehát lehet, hogy amit már megtanultam, azt inkább érdemesebb eladni, nem? Mert mint nem túl sok XP-t ad. Bár az XP az szerintem inkább, mint a... Inkább illetve ez prioritás, mint a pénz, nem? Igazából olyan túl sok minden nem tudunk venni, érted? Már mint tényleg nem. Ami ilyen tényleg hasznos lenne, úgyhogy jó, van egy zsebünk. Ha ide jó. Azt viszont a gunyába vele kéne cseppinteni. Gunya, gunya, gunya. Azt meg le van amortizálódva. De viszont berakom, nem? Ja, már van benne kettő? Tesó. Más ruhállap darabba is bele tudom rakni, cipőbe? Rohadtul nem mi? De azért, a cipőre is tudsz egy zsebet rakni. Ez már döfi gyerekek, ez már döfi, csak nehogy kidobjon vagy bármi. De azt hiszem, hogy talán nem lehet kidobni, mert... De ki lehet dobni, nem? Hogyha be van modolva. Odani nagy shotgun lesz benne! Egy AK. Igaz, hogy... Ugyanolyan, mint az enyém. Az enyém az pirosra van főstve. Pantlika van rá tűzve. Ezt megesszük, azt elrakjuk. Oké, okay. Hát meg is volnánk, aztán arra meg... Mehetünk is vissza a Johnny-e, figyeld! Kemény leszek, mint a Rambo 3. Azt lehet, hogy így is tervezték a készítők, mert itt volt egy matrac, aminek...
Nem tudom, hogy a zuhanás ellen bármi hatása van-e, de hát jó. És ugye lutolunk egyet, még egy baseball ütő tanítvány megvan. Jó, és akkor az utolsó küldetés jön itt a Johnny-nál. Pörgünk, mondtam én, hogy pörgés lesz, gyerekek. És akkor elmegyünk, meg lehet, hogy visszajövünk, vagy lehet, hogy ott megnézzük. Figyeljetek, elmondom nektek, hogyha nagyváros lesz, bárhol találok nagyvárost, oda mindenképp egy ideiglenes base-t fel fogok húzni, és... Aurelius, nem megyek el mellette, úgyhogy ne nézzem meg. Komolyan mondom, látod? Látod? Tanultam. Igen, azt akartam mondani, hogyha nagy város találok, akkor mindenképp oda fel fogok húzni egy base-t. Ugye, amikor már ilyen tök fejled vagy, tehát mit tudom, gyorsan tudsz, jó szerszámaid vannak, gyorsan tudsz például építkezni, vagy ásni, vagy követ fejteni, vagy bármit, meg ugye vannak alapanyagaid, amit innen el is tudnánk vinni, akkor pikpak felhúzol egy bázist. Szóval nem kell itt azon aggódni. Hát, hogyha innen költözés lesz, akkor mindenképp az lesz, hogy még egy bázis. Egyébként van egy hatalmas nagy tervem bázis szempontjából, amit tényleg rohadt gyorsan meg tudnánk csinálni, hogyha... Várjátok itt egyébként, lehet, hogy körül kéne még egyszer néznem, nem? Főleg az ilyen crafting table meg ilyenek. Mert ugye ezek újra termelődtek már, úgyhogy gyorsan megnézem. Keeper az nagyon... nagyon-nagyon... Ez mi? Jó, a helikopter leszálló. Volt itt valami betonkeverő és meg crafting table is, azt hiszem. Vagy lehet, hogy nem. Ja, egyre jobb lootok vannak szerint, én úgy gondolom. Egyre jobb lootok vannak, minél inkább ugye haladásiban van az idő. Most azért körbe menjek, bocsánat. Ah, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon nem jó. Forge. Ó, viszont az jó volt, az jó volt. Ezeket régen lehetett használni, emlékeztek? Volt egy időszak, amikor ilyen usolhatók voltak ezek a craftoló stationök. Ami olyan már, mint ugye az összes. Nem lehet leszedni. Meg régebben volt egy időszak, amikor nem úgy ütötted le a növényt, hanem úgy le tudtad szedni a betűvel. Az is ilyen interaktálni kellett volna csak. Na ez megint fingom sincs, hogy miatt. Pecsement vegyek. Most egyébként ez a blueberry seed is jó lenne, de egyébként van egy csomó seedem. Na és elvileg egy darab jobban van, az jó messze, 1,2 kilométerre, de egyáltalán nem problém. Ezt mindenképpen megcsináljuk. Merre vagy? Arra vagy. Arra meg talán szerintem nem is jártam. Ja, viszont nem mentünk el a izért. Ott van az airdrop. Viszont ott van mellette, figyeld a izé. Ott van, az jó, az jó. Akkor azt kell csinálnunk, hogy elmegyünk. Mindjárt kipakolok, ki kell pakolnom. El kellene menni a... Megcsináljuk azt a küldit, meg elmegyünk egyből, megnézzük akkor azt a Bobit, jó? Bobi gyereket megnézzük. Figyelj, annyi... nem tudok már hova pakolni, more. Csináljuk még egy ládát, azt mondjátok. Jó, olyan tényleg hiszek nektek. Tűnjé is innen. Ja, meg azt írtátok, hogy fel tudom upgrade-elni a ládát, és akkor még több cucc fér bele. Ezt el nem tudom képzelni, hogy ez tényleg van ilyen. Viszont ezeket innen ki kellene pakolnom. Mert itt csak foglalkozom. Megint van egy kalapács, van az anya? Ja, azt hoztam magam, jó. A kalipali az marad itt. Van egy öltönyöm, gyerekek. Nem mehetünk bele a balba. Van egy csomó ecsetem. Ecset. Pénzt azt magamnál tartom, ne vicceljél. Oké, jó, megyünk. Más ugye nem kell, nagyon nem. Húzzunk a vérbe. Megcsináljuk azt a küldetést, meg elmegyünk akkor a Trader Bobhoz, mert méne. Mert igazából, figyeljetek, oda tettem, standardra raktam a verdát. Mert a Trader Bobos dolog az nincs messze onnan, már csak egy kilométer. És akkor földerítjük, hogy mi az. Azt a betje mekkora fenyőfa, hallod? Itt ilyen kiégett fenyők, azok ilyen picik. Ezt csináltam ilyen epic nagy a fenyőket. Na, ez fasz volt. Jól van. Menjél már! Ja.
autót is élék, meg girokoptert, meg mindent is. Ja, ezt a sorozatot szerintem nagyon sokáig fogjuk tolni. Én úgy gondolom, hogy itt ezt próbáljuk meg, igazából úgy nyílre soha nem maxoltuk ki ezt a játékot. Newsy! Ott rohadjál meg. Nem húzom bele az időt. Most mi, elütöttem? Vagy mi volt ez? Nem húzom bele az időt, hanem csináljuk, mert igazából 15 óra 3 van, és nem akarok... Nem akarok a Trader Bobhoz későn érni. Viszont ez egy ilyen, mi ez? Ilyen infested, vagy infested, nem tudom milyen terület, amelyik ugye tudjátok milyen, hogy futkozó zombik lesznek agyba főve, de csak tier 2-es, szóval nem gáz. Laza lesz, mint a rigalánc. Hova visz minket? Itt ezt még nem is volt, még nem jártam. Erre még nem voltam. Lol. Jó, ott maradjál. Visszamennyi. Hát ilyen kocsival, meg motorral gondolom már ilyen full biztonságos a dolog. Bazza, micsoda épület dik az. Oda nézzél, ez hányas. Ez olyan nagy szintű lesz. Hú, arra is feles. Ja, meg izőjében ne találkozzak azzal a nagy büdös farkassal. Már az szétkap mind a rongyot. Ez lehet, hogy már ki fog vinni ebből a területből. Mármint a Bobot szerintem nem itt fog lenni, nem ilyen Bioron, vagy Bioron, vagy Biomon. Bion, Bion. Ó, oh, jó, van, oké. Bírja még a bicikli? Kicsi 8-es van a kerékben annyi. Mi a franc ez már? Ez egy másik város? Ez mi van itt? Mi van itt? Itt van valami jobbra mellettem, valami épület. Együttes. Épület együtt. Ó, városszerű dolog ez, bazdmeg, vagy mi van itt? Hát ez tök jó. Mi a fasz? Mi a fasz? Hát itt lehet, hogy kezdődik egy másik város, babáim. Micsoda trailer van. Ó, az ez egy másik város, dik az. Hát a Jenny is azért meg van húzadva, hogy másik városba küldett minket izélni. Küldetéseskedni. Ez mi a iskola busz, vagy mi a fasz van? Tudom, olyan mondom. Ja nem, szerelő műhely. Buszos szerelő műhely, dik az. Oké. Okay. Hát messzebb nem tudod volna egyébként elküldeni? Most nem azért, de ez mi volt ebben a ráció? Sniper-ös valami volt. Questet emáltan elindítani, aztán már mehet is. Chemical Station, Chemical Station. Na, Gizi, hol vagytok? Nincs senki. Valami hasonlóban már voltam szerintem. Ott viszont van valami rejtett dolog. Hogy észrevettem, már ezt be is kapom, ezt is. Egyből be kell kapni, gyerekek, nem kell itt elizélni, tök a részt így. Meg tanulni egy igazi konyha... Az apád fasza az. Megyek utánad. Ja, ez a leszakadós, aha. Okay. Gyerek, mi vagy te? Jézus Krisztus. Ilyen lebegett bazzel csákó. Csákó Ricsi. Mi van, megkerülitek? Menjetek a... Oda nézni. Hoppá! Te is mész fel. Szevasz. Szia, jó van. Oké, megoldódott. Mindjárt itt egy kicsit összekapjuk magunkat. Chemical Station. Most begyugtalankodtak ott, hogy leestek. Nem lettek boldogabbak. Hűtőszekrény. Valahol ilyen modern, most, ó, kaptam egy izé, végre kaptam egy ilyen kutyaszart, hallod? Ez baze, ez tök jó, és hármas szintű ráadásul, ezt tudom szétszedni a dolgokat, tudod. Ennek nem izének kéne lennie Inflectednek ennek az a területnek? Mármint, hogy ezek rohadtul nem futnak. Azt hittem, hogy itt futni fognak, hallod? Hát azt meg honnan szalajtották. Le is üt a csávó. Elég lazán mozgok különben, hogy így zombik vannak kö... Hát
Ettől a Döhedertől egyébként parázok, komolyan. Mert ennek van a legtöbb HP-ja. Szerintem a rendőr zombinak meg ennek tök sok HP-ja van. Aztán, hogyha nem fejre ütögeted őket, akkor azért kellemetlenek tudnak lenni. Kukucs. Kukucs. Én nem is tudtam, hogy a fürdőkádat is lehet csesztetni. Vannak itt újdonságok. Hú, micsoda jó cipő, hallod? Ez tök tuti. Nyugi van, babáim! Hát mit művelünk itt? Jó, tudom, igen, kicsit tényleg felelőtlen vagyok, felelőtlenül játszom. De ma egy kicsit ilyen bókás hangulatba toljuk, nem akartam ráfeszülni a dolgokra, hanem ilyen kis... Lájtosba, ott van fönt egy csoda dolog. Hát ezt érdemes volt megnézni, na. Csak az a baj, ezek jók. Na, itt van az Ironos. Azok mind mennek egyébként a levesbe, belesznek scrapel, majd megnézzük mennyit adnak érte boatba. Jó, hát ezt szerintem így végeztünk is. Várj, volt valahol egy lajtorgya. Hol volt a lajtorgya? De most őszintén nincs nagyon elrejtve a lajtorgya. Aha, és akkor már mehetünk is vissza, tök jó. Aha, hol a tökönbe vagyunk? Ja, itt jöttünk be. Nem? Jaj, nem! Jó, az ott rohadt meg, gyerekek. Menjünk ki innen! Hol jöttem be, bazdok? Ja, itt az ajtón ki tudok jönni. Oké. Meg rájöttem. Megnézzük még ezt a pick-upot. Nem tudjuk megnézni. De kár. Oké. Menjünk szerintem. Nézzük meg a Bob Traderünket. 1,3 km-re. Meg megnézzük ezt a várost így. Át, izélek, megyek rajta. Figyelj, csávó. Úgy. Az ilyen érdekes fejeket lehet, hogy megnézem. Mármint ez a mentőautó. Ez közel hörög. Ott volt a túloldalon. Ráadásul ilyen futós volt. Oh! Aurelius belém ültette ezt a nézőm meg minden postaládát dolgot, hallod? Rendesen ráfügtem, én nem tudok elmenni mellette, még ha sietek akkor se. Komolyan mondom. Postaládától... ki fogom verni azt az összeset, hogy nem az legyen, hogy tényleg itt mindig ezeket fogom nézegetni komolyan. És mi csak egyel vagyunk túlterhelve, tök jók ezek a zsebek. És ezért mondtátok, hogy nehogy rakjak egyébként... nem is tudom, mi volt az... valami múl, nem? Nehogy rakjak arra a pelkre, ami... növeli az inventory slotjaimat, mert igazán full nem éri meg. Mert amúgy is meg tudod csinálni, és nem baszod el a skill pontot rá. Mondjuk, hogyha ilyen rohadt csak modifikációd van egy idő után, meg nem biztos, hogy az jó, hogy foglalja helyeket ez a sok zseb. Lehet, hogy ugye például védelemre tudnám pakolni szépen, csak ugye amiatt nem tudsz pakolni, mert elfoglalják a slotokat, a modi slotokat elfoglalják a... Az a fás részem van? Várj, milyen részen találtunk eddig? De az első is fás részem volt, nem? Erdős. Mondjuk az érdekes akkor. Mert... aha, ez is pazd. Ez mondjuk nem biztos, még lehet, hogy odébb lesz. Sivatag! Sivatag! Sivatagos Bob. A Bob a sivatagban van, dik az. Nagyon kurveg van a sivatag. És ivárom a sivatagot, gyerekek. Jaj, csak Istenem, allort tudod, mi lenne? Jó, várjál, én iszok egyet, vagy nem tudok biciklin inni, mi? Jaj, ne, kányák jönnek! A franc is jön bele. Hát, hogy ezt betárazom. Aztán húzzunk bele. Ha egy hatalmas nagy város találnék, úristen, ebben a rohadt nagy sivatagban, akkor itt is felhúznánk egy izét.
egy bázist, és már tudom is, hogy miért, és epik jó lenne. Azért ennek a sivatagnak olyan jó hangulata van. Imádom a sivatagot, nagyon szeretem, komolyan. Városmáros, ne! 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 Itt van a város, itt a nagyváros, ide kell nekünk egy izé majd, bazza. Ide kell egy béz. Itt a nagyváros, itt lesznek a nagy questek. Ti, Bobika, és itt vannak kutyák, meg minden, imádom a sivatagot, nem bírom ki. Komolyan mondom, nagyon szeretem. Ez a headshotot megkapta szegény róka koma. Itt annyi kaját tudsz szerezni az a sivatagba. Gyűnnek rád be az a kaják. Ú, de imádom a sivatagot, testvérem. Uff. Uff. És ott vannak a toronyházak, látod? Itt ugye nagyobb szintű ízek, épületek is vannak. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah? Kicsit körülnézek gyorsan, miatt Bobival beszélünk. És ugye itt világos van, itt ilyen kellemes hangulat van. Oh my god. De tényleg itt egyébként tényleg ilyen kellemes hangulat van, mert ugye például ott a kiégett földön ilyen full nyomasztás az élet, nem? Ó, oh, Istenem, mennyire jó ez a hely. Ezt hazaértünk. Mennyire király. Ó, gyerekek, én már érzem, már érzem. Már tudom is, hogy mi lesz a Stice, gyerekek. Az azt fogjuk csinálni, hanem át fogunk ide jönni majd egy időbe. Mármint ott is lesz rezidenciánk. Na, ide is fogunk jönni. Az itt annyira jó a sivatagban lenni. Van az a mém, tudjátok, hogy aj, ez a hely. Valami bomba jó, vagy nem is tudom, mit mond. Baromi jó. És igen, és a Bob ráadásul az autós csávó, és ugye itt tudsz pártokat venni, meg minden is. Tier 3-as questek. Oh! Istenem! Ezt körül kell itt nézni, nem, most nem veszek fel questet, megőrülök, komolyan megbandulok itt. Viszont megnézem a izéket, megnézem a cuccait, az eladó cuccait. Van biciklije? Nem mondjátok. Csak nehogy legyen, csak nehogy legyen. Ilyen jármű cuccok azok valóta nincs. Régebben volt egy ilyen külön, ilyen szekuri cuccos is. Fú, mennyi izé, mennyi minden is van itt. Ennyi az összes? Vépenek. Kajamaja. Egyébként ezzel ugye be tudod reszetelni a skill pontjaidat, szóval... Vagy csak egyet? Ja, egy darab, vagy az összeset, úgyhogy ez tök fajn. Egyébként ezek, ilyeneket érdemes lenne lehet megvenni, nem? Álljál meg egy szóra! Már gondolkozzunk, ha már egyszer itt vagyunk? Először is ezt tanuljuk meg a fenébe. Hatos hammer tudnék, a legerősebbet hallod? Steel 1-eset tudnék, bazza, Steel 1-es hammert! Meg Iron Tool-ok, olyan dolgokat tudnék már craftolni, rá kéne nagyon mennünk. Ízékelme, figyeld, mutatom. Ilyen hammer tudnék csinálni, bazza. Ez biztos epik jó. Vagy pedig hatos vasat, tudod. De nem ezt akartam izélni. Bazza, mi volt annak a neve? Mi volt ez? Négyszer négyes track. Az is komoly. Jaj, nem hiszem el. Mi volt ez a robot? Robotics, ez, erre vagyok kíváncsi. És ezt meg kéne trackelnem most egy picit. És meg kéne nézni, hogy volt itt ilyen robotik part, és az lehet nekem nincsen. És az tök jó lenne.
mandarinsz vas fejsze, bazza. De lehet, hogy tudok is már csinálni. Itt a robotic part. Egy darab kell nekünk hozzá. De várjál, lehet, hogy ezt meg kéne vennem. Ezt megveszem. És akkor ugye a robotic parton megvan, 40 darab vas kell hozzá, 10 rugó, ezek meg szerintem meg is vannak. És tudnék csinálni egy ilyen izét, egy ilyen robotot, ami így leütné a őket, tudod? Gyerekek. Fú, te ez nagyon tetszik ez a hely. Ez nagyon tetszik ez a hely. Nem tudom, mit évő legyek most. Úristen, ez a nagyváros. Itt minden is van, hallod? Ugye felmegyek erre a hídra, aztán elnézünk. Úgyis ezzel el tudok nézni messze. Majd jönnek is rám. Na. Ez, gyerekek. Ez kánoán, hallod? Az még meg is akadta, hogy tölti be. Ja nem, ez érdekes, amikor itt visszazumolunk. Oda nézd, micsoda hegy van ott. Erőművek. Kaja hegyek. Gyerekek, s valamit segítsetek, úristen. Ki van egy nagyon jó bázis ötletem egyébként. Nem bírom ki. Nem lenne nagy kunstunt áthurcolkodnunk ám, srácok. Mármint olyan dolgokat áthozni, amikkel. És itt nagyon telepednék, itt nagyon. Figyeljetek, lesz hétvégi, pont múltkor képzeljétek, olvastam, hát nem hiszitek el, de olvastam. Nem is tudom, amikor beteg voltam, nagyon szarul voltam, és mondom, ágyban maradok, nem volt kedvem tévézni, és a nagy kedvencemet, a Robinson Crusoe-t elolvastam. És abban nagyon, azt imádom a Robinson Crusoe-t. Mindenkinek ajánlom, egy könyvet olvasol el, olvasd el a Robinson Crusoe-t. Komolyan, mert Seven Days to Die rajongóknak kifejezetten jó, mert tényleg van egy ilyen feelingje, hogy egy ilyen, mint hogyha, oké, nincs zombi apokalipszis, de úgy tök jó elmeséli, hogy miket csinál, miket készít magának, meg hogy próbál túlélni, és akkor abban volt az, hogy már nagyon sok ideje, nem is tudom, 22? Talán valami ilyesmi évig volt ugye a szigeten. Ugye az utolsó évben csatlakozott hozzá Péntek például. Ez egy ilyen, nem tudom, remélem mindenki ismeri ezt a történetet, tehát az alapmű. Gyakorlatilag egy ilyen... itt van a farm, basszus, itt vannak minden, itt a farm, combine, minden. Gyerekek, körülnézünk, jó, és megnézitek, hogy ez mekkora, ez brutálisan jó, meg ilyen csatornahálózat, figyeld. Metró alakult, vagy mi az ilyen aluljáró, mi is a francban, itt én nem tudom, ez nagyon kánoán. Oda néz, milyen jól néz ki az egész krott, kecó, minden. Nagy gyárak, tudod, itt minden van. Fú, fiúk. Nagy kórházak, minden igazából teljes. Ez lenne a tökéletes hely nekünk, gyerekek. Ez lenne a tökéletes. Oda néz, sűrűn lakott belvárosi zóna. Itt mindent is lehet, de egyébként tudjátok, mit csinálnak? A város közepére. A mértani közepére. Úristen, katedrális. Figyelj, ilyen izéboltok. Audio, TV. Épülő toronyház. Oda nézzé. Busz megállók. Piac. What? Ez nagyon, nagyon jó hely. Ez egy jó hely, gyerekek. Ez egy jó hely. Kutya. Nagy könyvesboltok. Ugye ez nincs ott. Az csak egy kisváros. Ez egy ilyen falu. Ezek nincsenek. Nincsenek ilyen épületek ott. És hogy szerintem nem is fog tudni adni nézéket. Nagyobb szintű questeket. Emiatt. Ez mi a szőlős? Vagy mi van ott? Kukorica bazza. Tudod, még arra tovább? Vagy mi van ott? Vagy az csak egy ilyen hétvégi ház? Jó, hát ezt meg kell tekintenem, gyerekek. Mi van ott fönt ott a domtetején? Olyan, mint valami ilyen nagy kúria. Ott szembe, vagy valami vár. Mint valami nagy vár.
Ott szemben. Ott vannak ilyen nagy házak, figyeled? Ha. Érdekes. Nagy hegyek is vannak egyébként. De én izébe telepednék le, komolyan. Ez az jó nagy város. A város közepén. Jó, elmegyünk a város szélén is, hogy így lássuk ugye a méreteit. Meg egyébként vannak ilyen külső zónák, amik így hozzá vannak csatolódva. Mennyire kutya-butya? Nem foglalkozok veled. Hagyjál végén. És itt ugye ez, a kutyák miatt ugye ezek mindig itt támadnak, és rohadt könnyű kaját szerezni. Meg sokkal világosabb, sokkal jobban áttekinthető, tök zavaró egyébként, hogy állandóan ilyen sötét, meg ilyen füst. Ugye egész nap is olyan feelingje van a kiégett erdőnek, mint hogyha... Ja, és a desert, az nehezebb. Nézd meg a nehézségi szintet. A desert, az gyakorlatilag egyes nehézség. A kiégett erdő csak feles. Szóval sokkal inkább még nehezebb is. Szóval nem az, hogy most ez könnyítés lenne, hanem még egy fél ilyen stage-el nehezedne az egész. De hát ennek nagyon feelingje van szerintem. Az oda nem ilyen jó hegyek egyébként. Ott is letelepedés, az bőszme jó lenne, csak nagyon messze van a várostól, nem akarok sokat járkálni. Figyeljetek, ez konkrétan én a város közepén felhúznék egy olyan bázist, baze. Nem kellene nagy alapterületi, mert kitaláltam, és nem föld alatti lenne. Fú, nagyon kitaláltam egyébként. Nagyon benne van a fejemben egy nagyon érdekes béz. Nagyon érdekes, csak ahhoz tudnom kellene egy dolgot, srácok. Annyit mondjatok meg, hogy hány darab blokk távolságról érzékelnek a szörnyek, vagyis a zombik. Hány blokk távolság? Itt minden is van, nagyon jó. Itt annyi lutolhat, itt sokkal jobban tudsz érvényesülni. Előbb-utóbb mindenképpen az kell, hogy figyelj, ilyen farm, és akkor mézárulás, meg ilyen. Azért amikor beteg vagy, és egy ilyen honey felirat az kín van, akkor azért tudsz erülni, nem? Ott is arra vannak még különböző dolgok. Ez rohadt nagy ez az egész. Itt is vannak ilyenek, itt is ilyen farmok. Autó kereskedés, vagy pedig valami szerelőműhely volt. Jó, egész jó egyébként, tök jól meg van csinálva. Jól vannak legenerálva az épületek. Mármint így ez a random generátor, ez már tudja a dolgát. Komolyan mondom, hogy ez tök frankó. Nagyon tetszik. Ott is van valami nagy épület távolba. Egyébként ezek tök tetszenek, hogy a belvárosban vannak ilyen aluljárók. Ugye konkrétan az aluljáró egy szinte be tudnák költözni, meg tök jó, hogy mindenhol vannak ezek a kutyák. Mert ez egy ilyen kifogyhatatlan kaja lehetőség. Itt egy ilyen nagy high school iskola. Ez szerintem egy ötös tír, hallod? Itt millió, meg egy zombi. Meg olyanok, ilyen radiál, meg ilyenek, ugye? Radiál az inkább az autógumi, ugye? Inkább ilyen radiánt, vagy hogy nevezik, amikor... Ó, bazzer, mi ez? Futópálya? Vagy fasz? Jaj, le van amortizálva a bicikli, nem kéne itt ugratgatnom. Na viszont haza kellene menni, hogy valamit kéne csinálni, viszont tényleg az lenne. Ó, hát a francos ember ebbe is egy nagy patkával. Nem tudok kivenni, mert itt videóra ez a kerítés van. Ó, mindjárt ide jössz. Na, ott ki tudok pont, ahol amikor leugrottam róla. Ja, gyerekek! És azért körbe akartam jönni, hogy lássam, hogy mekkora körülbelül, de hát ez epik nagy az a hely. Hát itt érdemes lenne, gyerekek, itt érdemes lenne letelepedni. Ha nem is a mérteni középpontja ennek az egésznek, hanem lehet, hogy a Trader Bob környéken, nem? Kis vizek vannak erre, arra. Itt van a íze is, itt a lőtér, tudjátok. Ott egy ilyen rohadt nagy gyár, nem tudom, valami cementgyár, vagy mi a franc az. Meg van ilyen izé is, ugye, víztisztító telep, azt hiszem volt. Hát ezt nézd már meg, hallod, meg még itt is ugye át. Ez bőszme jó. Aj. És itt jöttünk át. És a miénk az egy ilyen kis falu. Ez meg a nagyváros. Mindenképpen 90%, hogy én ide át akarok költözni. Figyeljetek, termelünk annyi alapanyagot, ami elég. Elég lesz, ugye haza kéne menni közben. Trader House, Trader Jane House.
Tök jó hangulatosak ezek a farmok. Ez tök jó. Igen, annyi alapanyagot kéne hozni, ugye? Csak azzal foglalkozni, hogy csak követ, csak lét, csak mindent hozunk. És akkor, ja, csipogott a telefonom, bocsász érte. És akkor annyi, hogy ezt egy nap alatt fölépítjük, gyerekek, azt a bázist, amit kitaláltam, mert igazából nem egy olyan nagyon bonyolultra gondoltam, de egy nagyon, nagyon érdekes, egy olyan bázist fogok építenék, amire nem is tudtok gondolni, hogy mégis milyen lesz. Viszont arra van szükségem tényleg, hogy tudjam, hogy mennyire távolról érzékellek. Ez nagyon fontos. És epic gyerekek. Nagyon kicsit hasonlít a legelső komolyabb sorozatunkhoz, amikor ilyen tornyot építettünk, mert ilyen toronyszerűt szeretnék készíteni. Azt nagyon adná. Hú, ez nagyon jó, meg annyira jó feelingje van ennek a sivatagban. Nézzétek meg, milyen jól néz ki az egész. Ó, hát a 20-valahányadik napon költözünk. Költöznénk, az azért elég epic. 25. napon költöznénk, következő részbe költöznénk. De írjátok meg, hogy szerintetek költözzünk-e. De én annyit tudnék nektek ígérni, hogy sokkal érdekesebb, izgalmasabb content lenne itt. Itt élni ebbe a városba. Tehát, hogy a Trader Bob mellett, nem is a város közepén, hanem a Trader Bob mellett, és akkor onnan indulva. Úgyis mindig ott veszük fel a küldetést, ott üzletelünk. Akkor konkrétan egy ilyen szomszédai vagy haverjai lennénk a Trader Bobnak, ugye. Picit túl vagyunk terhel, azt a betyár milyen köd van. Tök turva egyébként, hogy videó más jellegű az időjárás minden bajonon. Itt erdőben ilyen ködös. Ez engem nem zavar. Nem szeretem, hogy ilyen kicsi látótávolság. Ugye ezen a helyen, itt, ezen a kiégett helyen, meg folyamatosan van ez a köd, meg ez az ilyen sötétszerű dolog, és ez nekem például böszmére nem adja. Ez nekem nagyon unszimpatikus, hogy mindig ez az ilyen hanappal van, helyén szakal van, mindig ez ilyen feketés, furcsa, nem jön be. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek. Viszont én nagyon elköltöznék oda. Ott ugye autóval foglalkozik a Trader Bob, mármint az a speckója, van azt hiszem mindig egy ilyen speckója ezeknek. És valószínűleg, hogy akkor elég hamar meglennének motorizált járműveink is. Így vagy úgy. Várjátok? Arra kéne menni, de itt a városon már végig csavernyálunk. Hát ezek ilyen pici városok, ezekkel nem nagyon érdemes foglalkozni, nem érdemes letelepedni. Trader Bob kapásból hármas szintű questeket adná. Azzal azért ugye ellennék, meg azok már izgalmasabbak, ott már lesznek olyan zombik, amik eddig nem voltak. Ilyen radiátor zombik, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Ja, biciklibe átpakolhatnék, lehet, hogy ütitek a fejeteket, hogy miért nem pakolok át, de nem annyira veszélyes a sebességünk, nem olyan lassúak vagyunk. És nem vagyunk olyan lassúak. Már lehet, hogy bepakolok, mert azért valamilyen szinten irritáló, hogy egy kicsit lassú. Ha. Tökörcsölés mondjuk, nem a lőszer kell kidobnom instant, nem? Ezt megegyünk, ígyunk egyet. Jó, aztán akkor azért egyel gyorsabban haladunk. Ott vannak a hullák. Ja, a hullát szállítanak, basszus, ezen a dolgon. Ja, 21 óra valamennyi van, nem zavar egyébként. Mert azért mi meg tudjuk védeni magunkat most már. Bár lehet, hogy a vizes üveggel a kezembe nem. Jó lett volna, hogyha valami fegyverre váltok. Ja. Ez mi volt az a hang? Jó, mindjárt hazaérünk. Egyébként lehet, hogy ezen az úton kellene maradnom, összekötni szerintem a városokat. Bár az nem is város, ahol lakunk, hanem inkább tényleg falu. Hát a legnagyobb épület a Trader Johnny, mindig csak ilyen kicsi házak vannak, meg ilyen lakókocsi farmok, szóval nem egy nagy eresztés. Egyébként ez is fut. Mi fog? Mekkora fa van ott, töcsém? Onda nézzé. Mekkora fák vannak. Mondjuk lehet, hogy van külön lombhullató erdő, meg külön izé, nem? Fenyő. Ilyen Pine Forest, meg mit tudom én, mi a lombhullatónak a rendes neve. Csak sima forest lehet.
Lehet, hogy elmegyek gyors, még gyerekek annyit csinálok, elmegyek a idegesít, hogy ott van az a, az airdrop. Egy picit lassabban megyünk inkább. Figyeljetek, lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy megkellenem azt a cool kaját. Ez rengeteg izért, mindent is ad, ilyen stamina reget, és akkor tudunk gyorsan biciklizni. Ja, meg amúgy is kezdtünk éhesek lenni, szóval... Azt hittem izé medve. Hát ez akkora volt az a csávó, mint egy medve. Na, egyébként merre biciklizünk? Ó, de jó, figyeld! Az úton végig lehet menni egyik városból a másikig, és pont a tradertől a traderig. Ez tök brutál. Látod? Ezen az úton, ugye ide érkezünk, és ugye itt van a lakhelyünk, és ugye itt végigmész ezen az úton, konkrétan végig tudsz egész a Trader Bobig suhanni. Ez viszont ez tök jó, ez tetszik. Nem annyira messze van a bázisunktól, de nem azt akarom, hogy minden, mit tudom én, nap háromszor végig kelljen tekerni azt az egészet. Mindenképp egy ilyen letelepedés, azt így adná a Keeper. Hol van a, meg kell nézni, mennyi kilométerre van. Igen, kerüljük ezt a várost jobbra, jó? Kerüljük a várost jobbra, és akkor megszerezzük a... Itt a jobb oldali úton elvegyünk. Megszerezzük azt a valamit. Hát, hogyha valami jó, nem tudom igazából mire számítok. Tényleg nem tudom, mert igazából van mindenem, amit akarok. Ja, elköltözési lesz, lehet. És akkor a 28. napi zombi hordát én már ott bevállalnám. Egy olyan bázisterv van a fejembe, lehet, hogy itt tényleg kerülni kéne. Egy olyan bázisterv van a fejembe, amelyik egyből kibírja a zombi hordát is. Tehát nem csak base, hanem horda. Hordaváró is egybe. Úgyhogy ez lehet, hogy az lesz, srácok. Ezt így jelenleg. Össze kell szednünk magunkat, meg néhányat kell, majd fordulunk. De egyelőre akkor a fontos dolgokat vinném csak át. Építkezés. Ugye minél hamarabb legyen meg a base. Legyenek ládák, legyen mit tudom, minden meg lesz, akkor utána már nincsen olyan a gondunk. Itt van egyébként egy katonai, ez az egy ilyen valami poszt, őrposzt, vagy nem tudom mi van. Itt ezen a helyen. Ami szerintem ilyen nagyobb szintű, ez lehet a leg... Így szikrazik a beceklibe ezzel. Ez mekkora szintű? Nem is ki se írja bazza, hogy mi van. Érdekes. Nem írta ki. Szerintem ez egy ilyen négyes. Tier négyes lehet, a többi meg az kaki. Biciklizek rá az ég, és most megint nincs nálam ide. Javító készlet. Egyébként full tönkre megy? Ez úgy izgi, nem? Hogyha izgi lenne, hogyha full tönkre menne. Bár ez nem My Summer Card talán. Na nézzük! Ó, tökéletes. Tökéletes gyerekek, tökéletes. Viszont ezt nem bírom ki, hogy ne bontsam ki. Meg ezt is. Csontkés 3-as. Érdekes, hogy ilyen viszonylag randomitás van ebbe. Ez mit ad? Aha. Vapornökre szerelhető és növeli a range-et, a damage-t. És az accuracy-t is, ugye? Mi a tökön lehet az a szó, hogy unwieldy? Hát most nem keresem ki Google-ben, fogalmam is mi az a szó. Az, hogy... hogy mi, az viszont egy negatív tulajdonsága. Oké, amit kéne csinálni a gyerekek? Lehet, hogy azt fogom csinálni. Az igen, bazza. Azért lazán nyomom, te. Lehet, hogy el is búcsúzom. És írjátok meg, léci, hogy mi legyen, hogy legyen költözés. Én nagyon élném, én nagyon adnám. Tényleg itt leszállok a becekléről, aztán itt izé lesz. Itt megvárom a... Megvárom a döntéseteket, és lehet, ha hajtok előtte, akkor annyi lenne éjszaka, hogy gyorsan összeszednék mindent még, ugye, 23 óra van, rendeznénk a cuccainkat, láda ide, oda, minden amúgy, és akkor ugye tudnék egyből nekivágni a kalandoknak, alapanyagot vinnénk, amennyit bírunk. Hát most szétástuk ott mindent, építettünk egy piramist. Fú, jó, attól még ugyanez nem fog elveszni, esetleg vissza is jövünk még ide köztelni, akkor meg lesz. De én nekem jobban tetszene ott egy ilyen projekt. Hú, nagyon érdekes, ezt annyit esetleg írjatok meg, hogyha tudjátok, hogy milyen
távolságból érzékelnek a zombik, hogyha futok. Mármint a mi, nappal. Tudod, van nekik egy ilyen szensz, nem tudom, ilyen statjuk talán, ami megmondja, hogy milyen távolságból érzékelnek. Azt gondolom blogban van megadva, lehet, hogy jobban tudjátok minden, sőt, biztos vagyok benne. Eléggé fel vagyunk készülve, hogy gyorsan tudjunk ugye haladni, látjátok például a favágás is, meg igazából minden is tök gyorsan működik. Ilyet meg ugye tudunk csinálni, ez meg még mindig nincs elvesztve, ez kelleni fog. Jó. Hú, bazán. Egyébként van egy csomó cuccunk, oda át kell hordani, az tök jó életünk lesz. Szóval nem olyan, mint hogy az elejétől kezdenénk, mert most már fel vagyunk fejlődve. Na, köszi szépen a figyelmet, elbúcsúzom, írjatok mindig, mindenképp légy, nagyon kíváncsi vagyok. Szevusztok, jók legyetek, szia.